Tisztelettel üdvözlöm Jankovics Marcell alelnök urat, akit most újra választott a közgyűlésünk. Ebben a minőségében is, és természetesen úgy is, mint Kossuth és Prima Primissima díjas filmrendezőt, akinek még annyi díja van, hogy most nem fogom elmondani újra, meg kell nézni az interneten, és Bugya Sándor filmrendezőt, aki pedig a filmművészeti tagozatnak a vezetője a Művészeti Akadémiában. Így, hogy akkor most így intézményen belül családi körben kérlek, hogy interjúolt meg Marcellt legújabb munkáiról is. Rengeteg dolgot csinálsz. Hogyha csak azt mondom, hogy filmrendező, az egy egész élet. De ha azt mondom, hogy író, vagy kultúrtörténész, vagy kutatója minden kulturális kérdésnek, az is egy élet. Ha azt mondom, hogy illusztrátor, az is egy élet. Könyveid száma is sok. Hogy férezel egy emberben? Hogy lehet az, hogy mindegyikre tudsz koncentrálni, vagy ötletember, vagy jönnek az ötletek, és akkor túl vagy rajta, csinálsz egy újat? De hát nem ennyire egyszerű, de mondjuk kialakul az élet során egy olyan típusú válogatás, hogy lehetőség szerint egymással rokon természetű dolgokat csinálok. Tehát amikor a felsorolásban majdnem minden témának van köze egy kicsit a másikhoz. Engem úgy szoktak definiálni, hogy a jelképek foglalkoztatnak, és valóban ugye a filmjeimre is karakteresen az a jellemző, és ha írok, akkor ebben a témában írok, ha rajzolok, akkor az érdekel, hogy hogyan tudok valamit annál gazdagabban megmutatni, mint maga a konkrét tény. És hát ilyen értelemben ez lehetséges pihenés is. Most elmondok egy aktuális példát. Párhuzamosan három dologgal kell foglalkoznom. Az egyik egy határidő. November 15-ig be akarok adni egy Tódi rajzfilm sorozatra egy pályázatot. Ennek a témának a szinopszisait írom fönt, és akkor lejövök, a fönt az a vendégszobánk, ami nincs vendég, akkor azt műteremnek nevezzük, vagy nevezem, akkor lejövök, és akkor vagy annak az előadásnak a szöveges végső változatát csiszolgatom, amelyik a legutóbbi konferencia volt itt az egyházművészeti témában, vagy pedig a következő könyvnek, a Kakaslomnici alexandriai Szent Katalin templomnak a oltára. De az a kettő utóbbi már az a bóvó azonos téma, Tódi annyiban azonos téma, hogy az is mondjuk a nagy gótika idejében játszódik. Tehát ilyen értelemben ezeknek van egymáshoz közük, de azért annyira távol esnek egymástól, hogy pihenésnek hat. Még egy dolognak lehet ez köze Pannonhalmának, ez most nem feltétlenül dicséret, hanem inkább panasz, hogy elkerülni az 50-es években, 55-ben kerültem Pannonhalmára, egy olyan kollégiumból borzasztó szigor volt minden tekintetben, összesen hasonlítható a maival. Minden áldott nap volt 8-9-10 óra tanulás, mert a hosszabbak voltak az órák, a délután nagyjából abból állt, hogy tanultunk, volt másfél óra sétára lehetőség, vagy sportra lehetőség. Egyszerűen az ember hirtelen azt veszi észre magát, hogy munka buzi lett, vagy hogy mondjam, zörkeholik, hogy előkelőbben fejezem ki magamat. És azzá lettem a rajzfilm, dettó ilyen, mert folyamatosan határidők vannak. Pannonhalmán te még nem rajzfilmrendezőnek, meg nem művelődés kutatónak. De én voltam az iskolának a dekoratőre. De akkor a... De az építészet az érdekelt téged nagyon. És miért? Mert hasznos akartam lenni, ilyen egyszerű. Én a művészetről akkor még nem tudtam, hogy az is tud hasznos lenni, hogyha az ember nem konkrétan mondjuk lakható épületeket tervez. Volt egy nagybátyám és egy nagynéném, apai, anyai ágról, mind a kettő képzőművészeti főiskolát végzett, és egyikük sem csinált karriert. Tehetségüknél fogva tudtak volna, valami más oka volt, amiben nem érdemes itt belemenni, de őtől genetikailag örököltem a rajzkészséget. Volt itt egy indítatás ilyen értelemben, de az ő példájuk azt mutatta, hogy ennél hasznosabb irányt fogok választani. Én ugye klerikális intézménybe jártam, a teljesen rossz káder lapon volt, azt mondták, hogy ha bizonyítani tudom, hogy az apám ártatlanul ült, akkor fölvesznek. Na hát ez egy gesztus volt, mit mondjak. Így aztán nem vettek föl, kétszer próbálkoztam, a második próbálkozás után én már a Pannoniában voltam, azt mondtam,
És Isten ezt a lábát nyújtotta le, úgyhogy akkor emelet maradunk, de nagyon sokáig zavart engem. Mondtam Imrének, Makovec Imrének mondtam, amikor össze egy haverkodtuk, hogy az a szerencsét Imre, hogy engem nem vettek föl. Hát ez csak ilyen szokásos cukkolás, bosszantás. És ezek a pannóniás évek az első időben te nem azt csináltad, amihez nagy kedved volt, de mégis az animáció közelébe kerültél, és egyre többet tudtál az animációról. Persze, ez a tanuló évek. Gusztáv sorozat konkrétan, ugye reklámfilm volt az első lehetőségem. Én 60. szeptember 19-én léptem be a Pannóniába, és a Nepjóska, aki most halt, meg is hétfőn temetjük, neki oroszlán része volt abban, hogy én hamar emelkedtem ki a mondjuk a szürke átlagból. Nem csak azzal, hogy ugye ő adott nekem konkrét feladatot, de példa volt, egy nagyszerű példa volt. Akkor járt itt a bálna, talán az idősebbek emlékeznek, a kém bálna, amit azért vittek végig Magyarországon, hogy ez olyan hosszú volt, mint a rakéta, hogy hogyan lehet közlekedtetni a magyar utakon a rakétákat. De hát akkor nem tudtuk. Na mindegy, erről a bálnáról és Jónás apostol, vagy profétáról csináltam egy kis szösszenetet. Ez viszont olyan sikert aratott a Nepjóskánál, hogy bevett engem a buliba. És hát így indult, de a Gusztáv tőlem távol állt, ugye ő azt hitte, mert borosztó jókat tudunk együtt nevetni, meg alapvetően egy kedélyes pasi vagyok, szeretek hülyéskedni, hogy akkor ezt én mindenütt akarom. De én idő után azt mondtam, hogy könyörgöm, ez nem egy akkora eredmény, hogy én meg tudok valakit nevetetni. Meg ríkatni, az az igazi, meg libabőröztetni valakit, az az igazi. Úgyhogy, de hát barátok maradtunk, csak ugye ez volt a nehezebb út, mert sokáig tényleg ez volt a szempont. Összesen 120 epizód, és mindegyikben valamilyen módon benne voltam, marára meg lehet unni azt, amikor az ember csak állandóan azon kell görcsölnie, hogy még egy gek hiányzik itt. Nem volt ez olyan könnyű dolog. De hát a te első sikered, aztán ott született a János Vitézzel, meg kell mondani, hogy a kis 5 éves unokámnak ez a csúcs, a János Vitéz, és már kívülről tudja, de hihetetlen, hogy ami szerintem, ha nézzük a filmet, nem is annyira gyerekeknek készül, hanem jó, gyerekeknek is, de a rajstílusában, ritmusában, az egész film, ahogy feldolgoztad, az a felnőttekre ugyanúgy számít, mint a gyerekekre, sőt, inkább a felnőttekre, de nagyon élvezi a gyerek. Ez volt az első magyar egészestés animációs film. Hogy sikerült neked ezt elindítani? Hogy sikerült, azt nem tudom. Szerencse is kell a dolgokhoz, tényleg. Szerencse is kell. Az jobban érdekel ebben a kérdésben, ami végülis nem kérdésként hangzott el, hogy gyerek és felnőtt. Én nekem gyerekkorom óta az a véleményem, hogy rosszul méritek föl emberek azt, hogy milyenek a gyerekek. Én szerintem, és ez lehet, hogy egy nem megalapozott teória, de én bennem ez így él, hogy a művész ember az gyerek marad sok tekintetben. Nem így, tehát nem hülye marad, hanem, mert a gyerek tudnék nem hülye, ez egy tévedés, hanem hülyítjük azzal, hogy rózsaszín póni, meg ilyen irányba, meg Barbie baba, mesterségesen, üzleti érdekből hülyítik a gyerekeket, hanem a gyerek tulajdonképpen egy potenciális felnőtt, aki szomjazza, hogy megismerhesse azt a világot. Néhány évvel ezelőtt jutottam oda, hogy óvodások közé hívtak meg óvónénik. Azért félelmetes élmény volt nekem, mert nekünk nincs gyerekünk, unokán kereszt gyerekek, meg rokon gyerekek vannak, de az nem ugyanaz. És a végén azt mondták az óvónénik, megúsztam, azt mondták az óvónénik, hogy a gyerekek lehet kérdezni a Marci bácsitól bármit. És akkor fölállt egy óvis kisfiú, és megkérdezte tőlem, tudom, 73 éves, te már csókolóztál? Na most ezzel én mindent elmondtam, vagyis a gyerekeket nem érdekli az, hogy külön gyerekvilágot teremtenek nekik, illetve ha már ez van, akkor persze abban keresik a maguk helyét. Ugyanis tényleg többféle gyerek van. A Dargai Attilának egészen más volt az irány, és mindig veszekedett is velem ilyen barátságos, aranyosan, ugye egy szobába ültünk éveken át, hogy Marcika, miért nem csinálsz olyan édes kis aranyos gyerekfilmeket? Mondom, Attila, én is a gyerekeknek csinálok filmeket, csak az én gyerekközönségem azokból kerül ki, akik olyanok, mint én voltam. És azért azt mondom, hogy
hogy biztos, hogy sokan hasonlítunk lelkileg egymásra, akkor így mindenkinek megvan tulajdonképpen a saját közönsége. És én, nekem ez volt az elvem, nem csinálok különbséget. A gyerek valamit nem ért, érzelmileg még hathat rá. A Jánosi Téznek volt egy több ankétja, volt ilyen gyerek ankétja, úttörő nyakendős még, természetesen Szentendrén, és megkérdezték a tanítónénik, hogy a gyerekek mondják el, hogy mit tetszett nekik a legjobb, és egyik fiú fölállt, az, amikor dübörögnek. Na hát ezt ki kellett nyomozni, hogy mire gondolnak, a szerelmi jelenetre. A gyereknek fogalma nem volt arról, hogy mit lát, de érzelmileg vette, hogy ez baromi fontos most. Még a János Vitézzel kapcsolatban két kérdés jut eszembe. Az egyik, amit te szívesen neveztél így, hogy képes beszéd, ami különösen gyerekek irányába is nagyon fontos. A másik pedig az animációs metamorfózis, hogy a dolgok átalakulnak, átfolynak egymásba. Igen, a képes beszédnek a beszédes kép, ugye az a filmi megfelelője, és a magyar nyelv az ilyen szempontból csodálatos, mert költői nyelv. Tehát sokkal, bizonyos tekintetben sokkal gazdagabb a költészete, mint más népeké. Ezek a dolgok, hogy a költészetünkben nem csak képek vannak, hanem a ritmus is döntő, nem csak az időmértékelés, hanem például Arany Jánosnak ez a derék rímes alexandrinus, egyébként még ha úgy tetszik, ezt is lehet időmértékesnek nevezni. Ez azt jelenti, hogy filmre is az ember ráhangolódik a magyar költészetből a filmcsinálás, képes filmcsinálásra. Az úgynevezett költői képek nem mindig ültethetők át. Meg kell találni ennek a megfelelőt. Azt például meg lehet csinálni rajzszínben, hogy ösztövérkútágas, oriorgas gémmel mélyen néz a kútba, benne vizet kémlel, de ahhoz, hogy ez átjöjjön filmen, ahhoz burleszket kell belőle csinálni, mert ugye azt kell akkor csinálni, hogy a gémnek van szeme, és akkor bele kell neki néznie magától. Onnantól kezdve azonban ez nem Arany János. Tehát ehelyett ki kell találni mást. Én még ahhoz az iskolás nemzedékhez tartozom, akiknek kicsi korában a képet ugyanolyan fontos nevelő vagy tanító eszköznek tekintették, és azt látom, hogy a szövegcentrikusság, amely elhatalmasodik a oktatásban egyfelől, miközben a való életben meg a kép zuhatagok árasztanak el minden, ráadásul össze-vissza értelmetlen. Tehát a közönséget leszoktatják arról az igényes képolvasási kedvről, hogy ő válogathasson, mert olyan sok vackot kell néznie, amiben nem marad figyelme, energiája. Amikor a vizuális nevelésről beszélünk, akkor nekem nagyon összefügg az a koncepció, amit leírtál TV Stratégia címen. A Duna TV elnökségi pályázatomban írtam le azt, hogy én egy úgynevezett tematikus televíziózásban gondolkodnék, vagyis olyanban, hogy az egymás utáni műsoroknak köze legyen a kinti valósághoz, az aznapi kinti valósághoz, közös legyen a világ éppen aktuális nagy eseményeihez, és köze legyen a műsornak egymáshoz is. Nem valósulhat meg ez, ugyanis el kellene vetni az üzleti szempontokat, és csak és kizárólag a nép jólét, szellemi jólétét kellene szem előtt tartani. Volt egy halovány kísérlet, amikor a Duna tényleg csinált ilyet, hogy a fanapja. De ez egy eseti volt, és ez nem igazán tudott átjönni. Egyszer hallottam egy előadást tőled, ahol a civilizációt és a kultúrát összevetetted. Igen, ez az én ötletem, de az nem biztos, hogy eredeti, mert én azért annyit nem olvasok, mint amennyit írok, tehát lehetséges, hogy ezt más is megírta korábban. A két szónak az eredetét tekintettem alapnak. Tehát ugye a civilizáció civitásból jön, az egy jellegzetes, azt jelenti, hogy városi. Tehát nincs mese. Urbánus dolog a civilizáció. A kultúra azonban a colo colere colui cultus, latin igéből származik, aminek az alapjelentése földet művelni, és az utolsó pedig az Isten tisztelet, és közben rengeteg minden van, közösség, minden említődik.
Na most nekem persze a kultúra fontos ebből a kettőből, de a dolognak itt az a bibliai tragédiája, ugye, hogy a földművelés ez egy olyan ipari terület tevékenységé vált, amit nagyon kevés ember művel ma már Magyarországon. De amikor én gyerek voltam, akkor a magyar népesség 90%-a földművelő volt, és engem kitelepítettek egy olyan faluba, Öcsödre, ami nem is volt egy kicsi falu, és amin az életvitel semmibe se különbözött Arany János korának az életviteléből. Tehát amikor ilyen probléma van ma, hogy a gyerek nem tudja, nagy szalontán sem tudja, hogy mi az a kútágas, akkor ez azért van, mert minden megváltozott. És ezért a kultúrának, a hagyományos értelemben vett kultúrának tulajdonképpen befellegzett sajnos. A civilizáció veszi át a szerepeket, és mondjuk az olyan dolgokat, olyan párhuzamokat állítottam föl, hogy a kultúra az a képviseli a morált, az etikát, és a törvényt képviseli a civilizáció. Csak a törvény nem feltétlenül etikus, ugye? A probléma az, hogy mindent át kellene rendeznünk ahhoz, hogy hagyományos értelembe vett kultúránk legyen, mert egyszerűen kiment alólunk az a világ, ami. És ma a kultúra szót például művészet helyett használják. Az akadémia számos képviselője rendszerint akadémia kultúrpolitikáról beszél az akadémiával. Nem, ez művészetpolitika. A kultúra lényegesen tágabb fogalom, még akkor is, hogyha csak mondjuk olyan nyilvánvaló dolgokat említek, mint tudomány vagy oktatás. Tehát ez az egyik ilyen alapvető gond ezzel. A másik az, hogy az a szóhasználat, ami a hagyományos, például népművészet. Van nálunk egy népművészeti tagozat. Többször elhangzik, hogy kortárs népművészet. Szerintem ilyen nincs. Ami persze van, a graffiti. Na de aki a népművészetről beszél, nem erre gondolám, mint tudjuk. Természetesen van népművészet, hogy van néptánc, van népdal, van készítenek köcsögöket, bakályokat, minden, de ez már, hogy úgy mondjam, mint egy színpadi tevékenység, ipari tevékenység, tehát népi iparművészetnek mondható. Az, hogyha én fölállok a színpadra és elénekelek egy olyan dalt, amit én megtanultam, akkor én nem azt csinálom, amit népművészet alatt értünk. Mert népművészetet azt értjük, hogy nem színpadon állok, hanem együtt éneklünk. Olyan dalokat együtt kezdtük el, és beleviszek valami olyan hajlítást abba a dallamba, ami az én egyéni hozzáadásom, és az öröklődik, mert megtetszik másoknak is, és onnantól kezdve egy bizonyos körben ezt úgy fogják énekelni. Akkor beszélhetünk élő népművészetről. Én magam esetében úgy tekintem, hogy egy haldokló irányzat utolsó egyik sarja vagy képviselő akarok lenni, igenis meg kell védeni. Tehát ez egyszerűen nem úgy van, hogy hagyjuk az egészet veszendőbe, mert sok minden átmenthető. Azt mondja nekem egy rokon kislány vasárnapi ebéden, hogy hát de 5 Arany János, az borzasztó, nem lehet semmit se érteni belőle, meg 19. század, kit érdekel? Szóval, hogy már a múlt nem az enyém, hát hanem akkor rövid, elmagyaráztam neki, hogy gyerek, hát a sokkal öregebb vagy, és gazdagabb vagy, hogyha a tied a saját múltad is, ha csak onnan számolod, hogy tudatra ébredtél, hogy senki se vagy még, hát egy 15 éves taknyos vagy. Ugye nekem volt egy ilyen történetem, hogy elveszett egy gombom, és a nagyanyámnál laktam, akkor apuka ugye sitten volt, anyám nem költözhetett vissza Budapestre, a nővérem követségem volt cselét, és mondtam a nagyinak, hogy elveszett egy gombom. És akkor kiporította a nagy gombosdobozt, megvan a gombosdoboz, még a gombok nagy része, és megvan. És volt benne ilyen furcsa spirálgomb. És azt mondom, ez micsoda? És azt mondja, az a szépapád gomb. És így a fejjel odabökött, Meszlény Jenő, Szabadsághoz honvéd ezredesnek a képére, akinek valóban ugye ez a honvéd egyenruhán ilyen spirál alakú gombok voltak. Én nekem akkor bejött, hogy akkor én most 150 évvel gazdagabb vagyok. Most ezt egy a mai gyereknek is tudnia kellene, hát nem feltétlenül 150, lehet 2000 éves múltja. Hogyha megérzi a kapcsolatot a múlttal, és hát a kultúrának ez a dolga. Szimbolikát említetted, az mindig izgatott téged. Tulajdonképpen az egyik nagy sikerű filmed, a Sisyphus, az is egyfajta szimbólum, az alkotó embernek a szimbolikus megközelítése. Második Gusztáv film, tulajdonképpen azóta a filmkészítésben
Az első olyan konkrét példa, hogy én jelképet használok, és a Gusztáv jó szomszéd, ez volt az epizód címe, és az volt a konfliktus, ugye, ahogy a szomszédok között szoktak lenni, hogy megfojtanák egymást egy kanálvízben. Na most ezt én ábrázoltam. Tehát látjuk, hogy Gusztáv fullad, belefullad egy kanálvízbe. Tehát engem ez adottság, hogy az ember mi érdekli. A Jánosi tézhez ugye úgy fogtam hozzá, hogy halovány dúsztom nem volt a népművészettel. Népművészetről Öcsödön ugyanis nem volt népművészet. Akkor már, amikor én oda kerültem, én rettetesen szegény, korábban Kulákfalut ismertem meg, és nem volt látványos nyoma a népművészetnek, de a János Vitézzel hozzá kellett valamihez fognom, meg volt a Malonyaiból 4 kötet, azóta a alap hozzá, és az teljesen ösztönös volt, hogy azt mondtam, hogy a szín dramaturgiára építem föl a dolgokat, hogy nappal a jó, a éjszaka a rossz, hogy ma is utálom az éjszakákat, főleg ha nem tudok aludni, és az sűrűn van. És a meleg színek a jók, a hideg színek a rosszak, a nap irányában vannak a jó dolgok, a hold irányában vannak a rossz dolgok. Én nagyjából a Jánosi tíz után kezdtem igazán intenzíven foglalkozni ezzel a dologgal, de úgy látszik, hogy engem ez érdekel. Tehát az ember nem tudatos kezdettől fogva, ezt nem szabad elhinnünk. Én sokáig azt hittem, hogy egy tudatos nem, hanem ha az ember azt követi, ami érdekli, akkor előbb-utóbb rájön arra, hogy mi érdekli. Ezt kellene tudni súlykolni a gyerekekben, hogy a boldogságot tulajdonképpen az jelenti, és akkor mindjárt nem baj, hogy 20 órát dolgozol egy nap, hogyha azt csinálhatod, ami érdekel és amit szeretsz. Na hát ez viszont kevés embernek adatik meg, ezért vagyok én hálás a Jóistennek, től kezdve mindenkinek, aki segítettek engem ebben. A Sziszifusznak az üzenete azért nem ennyire pozitív. Hát nekem igen, mert ez a Jánosi tézről szólt. Tehát a Jánosi téz elkészült, és a Jánosi téz után ez azóta is megvan bennem, nem mindig jártam sikerrel, hogyha valamivel elkészültem, akkor le kell vezetni. Ugye a Sziszifusz történet az egy napisteni történet, fölgurítja nappal a napot, délután legurul, kezdi előről. Hát ez egy nem én vagyok nyilván, hanem itt emberi erőfeszítést akartam mutatni, és ez, hát az ember a saját erőfeszítése az elég fontos ahhoz, hogy akkor ebből egy viszonylag jó filmet tudjon csinálni. És a hangja is én vagyok, ami ugye úgy keletkezett, hogy a műteremben, stúdióban lenyomtam 40 fekvőtámaszt, és akkor utána elkezdtem nyomni a falat, és próbáltam a mikrofon mellett, próbáltam dramaturgiailag úgy felépíteni, hogy az jöjjön át. A kitelepítésben összesen 2 könyvet vittem magammal a 2 hónap alatt, ugyanis 50 kilót vihettünk fejenként, tehát ezek nem számítottak bele a kilóba. Az egyik a Van de Velde Tökéletes házasság című nemi felvilágosító könyve volt. A vicc az, hogy latinul volt benne minden fontos dolog. De volt benne egy valami, ami borzasztó érdekes volt, a szerelmi görbe. Most hát persze így kéne mutatnom, hogy van egy ilyen emelkedő szekvencia sor, a férfi és a nő emelkedő gyönyörérzete, a csúcspont és akkor a hanyatlás. És a anyámmal, akivel nagyon jó viszonyba keveredtünk ebben az életkoromban, és ott Öcsödön, ugye egymásra voltunk utalva, ezt megosztottam, és akkor azt mondta nekem, hogy képzeld, konzervatóriumot végzett, azt mondja, képzeld el, hogy mi nekünk tanították, hogy a Otello szerelmi jelenete és a Tristan és Izolda szerelmi jelenete ilyen. Erre épült. Hangilag így épült fel a Sziszifusz is, és így épült fel a Mélyvíz is. Azért már direkt nem így épült föl, nem is tetszett senkinek, a Prométeusz pedig hát nagyon fontos műve, mert az ellenkezéről szól, az öregséggel és a betegséggel véget érő alkotói pályáról szól. Tehát az se utolsó probléma. Ezért volt szerintem a Sziszifusz sikeres, mert nem csak azért, mert brilliánsan van animálva, hanem azért is, mert tetten ér valamit, ami mindnyájunkban benne van. Sziszifuszban kiélhetted a kísérletező kedvedet is, mert nem tudom, mennyire van önök előtt ez a nagyon rövid film. Fantasztikus grafikája van a filmnek, hol vastag vonalak, hol vékony vonalak, hol csak egy vonal, egy ívvel jelzi azt, hogy most nagy küzdelem van, nagy erőkifejtés van, és ezekkel a nagy nyögésekkel ugye cipeli föl a kis
kis gömböket a gula csúcsára, egyre nagyobbakat és egyre nehezebben. Majd a végén azért mégis van egy záró kis poén, hogy ilyen finoman pattogva lejön a hegyről, és valószínűleg kezdi újra. Hát az a vége főcímben van, mert a vége felirat egy újabb nyögésbe, és ugyanaz a mozdulat a vége. De itt hadd mondjam meg, az ember merít ám másoktól. Steinberg, akit ugye Steinbergnek is lehetne nevezni, az egy nevezetes amerikai karikaturista volt, aki a zenét úgy ábrázolta, hogy a vonalak karakteresen igazodtak ahhoz, hogy mi a hangszer. Tehát a bombardonhoz ilyen nagyon vastag ecsetvonások voltak, a fuvolához pedig ilyen kis cirkalmas kis bicsodák. És ez az ötlet átjött nekem, hogy amikor kilélegzés van, akkor az ecsetnek száraznak kell lenni, és el kell halványodnia, és amikor teleszívja magát az ürge levegővel, akkor pedig vastagnak kell lenni, és erősnek. Egyszer meg lehet csinálni, csak utána nem érdemes folytatni, mert az ismétlés lesz. De jelzem, a legolcsóbb és a legjövedelmezőbb filmem volt. 6 hét alatt csináltuk meg egy nagyon jó kolléganőmmel, aki pontosan úgy tudott rajzolni, mint én, tehát könnyű volt. Nem lehet megkülönböztetni tényleg a rajzainkat. Közönséges irodai papírra, amik már megsárultak azóta, amik megvannak még belőle. És amikor ez a film már öreg film volt, 2008 előtt, tehát a válság összeomlás előtt, akkor megkeresett minket a General Motors, hogyha a film felét kölcsönözzük nekik egy reklám célra fél évre, akkor fizet 98 millió forintot. És ugye eredetileg belekerült 100 ezer forintba mondjuk, talán. 23 milliót be tudtam tenni az ember tragédiájába, leadóztuk, tragédiához is hozzá tudott járulni. Szóval ez egy borzasztó nagy élmény volt nekem, és olyan típusú film, ami nem, egyébként az egész animációra igaz ez, hogyha nem követsz egy kifejezett animációs divatirányzatot, a János Vitéz azért követett egyet, az tagadhatatlanul ugye a sárga tenger alatt járó irányába bókolt egyet, de azt kell mondanom, hogy az animáció nem kötődik annyira kordivathoz, tehát tovább élhet, ha a filmszalag bírja, vagy a DVD, vagy a videó, vagy bármi. Többször említetted a Pannoniát, ahol te vezető is voltál egy időben. A mai kor egyik problémája a művészeti területen is, hogy nincsenek műhelyek, különösen a film területén. A Pannonia az egy műhely volt. Hát ez több szinten is műhely volt, mert maga az egész is az volt, de azon belül ugye kialakultak nem csak időlegesen képződő stábok, hanem az a barátinak mondható közösség, ami mondjuk a 103-as szoba, így nevezem, ahol a NEP, a Dargai és én ültünk. És oda jártak azok, akik minket tekintettek mondjuk egy ilyen csoport magnak. Hangmérnöktől kezdve, rajzolókig, írókig, bármi. Szóval ez egy igazi közösség volt. Ez egyik szint. A másik az az, amit nálunk sikerült elérni, hogy nem versenytársai vagyunk egymásnak, hanem segítjük a másikat abban. Tehát, hogyha nekem van egy ötletem, ami én nem tudok felhasználni, de illik az ő film tervébe, akkor felajánlom neki. Aztán ha vagy elfogadja, vagy nem fogadja el, és ettől mindegyikünknek jobb lett a filmje. A művészeti tanács egy hivatalos forma, de nálunk nem abból állt, hogy cenzúráztuk az egyik kollégánk filmjét, aki nem csinált valami tökéletes munkát, hanem próbáltuk rásegíteni a saját céljai felé abba irányba, amiben ő akar esetleg menni. Ez nem mindig jött be, de egy iskola példa volt, és ugye ehhez képest azért érzékelni kell, hogy annyira más ma. Ugyanis ma egy nagyobb produkció az úgy készül, hogy az egyik a Szöulban dolgozik, a másik Tokióban, a harmadik New Yorkban, a negyedik Budapesten, és interneten tartják a kapcsolatot. Hát nincs emberi kontaktus. Hát az egészen más, mikor fölé megyek, ahogy rajzol, tudom, hogy akkor betoltak, mert azt hitték, hogy akkor mostan nagy javítások is hibák lesznek. Félretoltam, és azt mondtam, hogy így. Tehát, hogy ezek kellenek, meg kell az is, hogy az ember beszélgethessen azzal, akivel dolgozni fog. Azért szoktam dicsérni a MOMÉ-t, vagyis az Iparművészeti Egyetem animációs
területét, mert őt ugye óhatatlanul ugyanez ez a stúdiószellem alakul ki attól, hogy együtt vannak a gyerekek, mindegyiknek van egy saját kicsi filmterve, és hát beszélnek róla. És elég nehéz megúszni, hogy ne úgy beszélnek róla, hogy egymásnak jó tippeket adjanak, vagy segítsenek egymásnak. Tehát egyik rajzol a másiknak is vissza. Ugye ez nálunk törvényszerű volt, hogy én a NEP-nek rajzoltam a Mézgában, a NEP rajzolt nekem a János Vitézben. A Dargainak terveztem figuraterveket, a NEP-nek terveztem figuraterveket. Voltam animációs rendezője a Rikli Zsoltnak, akkor, amikor ugye már ugye nagyfiúnak számítottam a 80-as években, és ez természetes volt, hogy beállunk egymásnak, viszonozzuk egymásnak az ilyen típusú gesztusokat, és ezzel mindenki jobban járt. Mindenki. Akkor is jól járok, hogyha én csak egy beosztott munkatárs vagyok, mert tanulok valakitől, aki másképp gondolkozik, mint én, és az hasznossá válik. Még igazából a pannoniás évek után, meg azzal párhuzamosan is volt egy másik műhely munka, amelyik nagyon műhely munkának indult, a kecskemétiek által gyártott magyar népmese sorozat, amelyiknek te szellemi atya vagy. Volt egy próbálkozás, az nem sikerült. Először is a televízió idegenkedett attól, hogy kezdőkkel, az ottani fiatalokkal vállalja be a sorozatot. Akkor próbálkoztak Lisszák Elekkel, akitől annyi maradt meg aztán, hogy ő találta ki, hogy a Kaláka legyen a zene. És aztán azt mondták, hát a Marci csinálta a János Vitézet, neki a kis ujjában van a népművészet, ami nem igaz természetesen, de elkezdtük a sorozatot. Én mind a mai napig úgy tartom, hogy van néhány jó sikerült epizód, és nagyon jó a főcíme. Szóval a főcím borzasztó, rövid filmnél, ahol a főcím sok időt elvesz, viszont sokszor ismétlődik is, az lesz a meghatározó. Szabó Gyuláról elmondanám, hogy ő úgy lett aztán a kizárólagos színészhang, hogy közben 78-ban hozzáfogtam a Fehér Lófiához, és ugye a rajzfilmnél mindig először a hangfelvételrel kezdünk, és a Szabó Gyulát találtam ki a királynak, a monyóknak, tehát a törpének, és a felhőembernek, mert ez mind a három ugyanaz a szerepkör. És a Gyula úgy adta elő, hogy mondom, megvan a népmesei hang, tehát neki kell maradni. Ami sokszor visszatér, az válik kedvelté. Ez ahogy a főcím és a Gyula. Kész. Említed a Fehér Lófiát, amelyik 81-ben készült. Ez nem aratott olyan nagy szakmai sikert. Tulajdonképpen volt, aki jelképtárnak nevezte a Fehér Lófiát. Lefutott valóban, annak idején a moziban nem ment soká. Mikuláskor levették minden moziból a Fehér Lófiát, és többé moziban nem került. Hát ez meghatározta. Tehát ez egy, mondjuk úgy, hogy egy erőszakos beavatkozás volt, de nincs panasz. Szembesültem azzal, hogy kicsi gyerekekben hívő táborom kellett, pontosabban a Fehér Lófiának hívő tábora keletkezett. Egyszer egy interjúnál a fotós mondta, hogy elmondta nekem, hogy képzeljem el, régi történet, hogy a kisgyereke az zsarolható a Fehér Lófiával, hogyha nem eszi meg a spenótot, akkor elveszi tőle a kazettát, és nem nézheti bármikor. Kérdeztem tőle, hogy mit eszel ezen a hülyeségen, és akkor azt mondta a gyerek, hogy én ilyeneket álmodom. Életem legnagyobb elismerése. Erről írtam egy kétkötetes könyvet, hogy a mese, film és a álom összefüggéseiről, hogy ez már a Fehér Lófia inspirálta ezt tulajdonképpen. Azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon jól járható út, és az én kedvenc filmrendezőim azok ilyen úgynevezett álom csináló filmrendezők. Tarkovsky, Fellini, tehát azok a rendezők, Buñuel, akik nem ragadnak le a közönséges valóságnál. Bereményinek mondtam egyszer, a legjobb film ugye az Eldorado, abban van egy pillanat, amikor a gyerekek kitör a betegség, akkor a felszállnak a dinnyék, mint fekete légömbök. Mondom, miért nem volt több ilyen ötleted? Annyira jó ötlet, hogy zseniális, marára ügyeltem érte. Mert tényleg ilyeneket kellene csinálni, ahhoz, hogy úgy érez az ember, hogy meg van dobva a világ. Hát valóságot minek? Mindjárt akkor vegyük ide a harmadik egész estés filmet is, az Ének a csodaszarvasról. Úgy látszik, hogy házi feladatnak érzem, hogy nekem az a dolgom, néha külső utasítása, néha magamtól, hogy ezeket meg kell csinálni. Orbán Viktor, aki eljött kivételesen a
Ének csodaszarvasról bemutatójára. Ez nem elismerés volt a részéről, de egy fontos mondat volt a számomra. Azt mondta, amikor kijöttek a filmről, hát meg kellett csinálni. Hát ez, nekem ez nagyon tetszett, mert valójában ez, ha nekem olyan képességeim vannak, hogy a magyar múlt ilyen enigmatikus darabjait meg lehet csinálni, akkor ki kell használni azt az alkalmat. A csodaszarvas esetében úgy történt a dolog, hogy fölhívott engem a Szörényi, összeveszett a Koltaival, és azt mondta, hogy mit csináljon, mert ugye elment panaszkodni a Nemes Kürtinek erről a veszekedésről, és azt mondta neki a Nemes Kürti, hogy hát Levente, hát nem szabad játékfilmen csinálni mítoszt, meg mondát. Bíztatta a Leventét, hogy eljöjjön hozzám telefonon, és megkérdezze, hogy mi erről a véleményem. Mondom, Levente, igazad van, ha akarod, írok neked egy egész estés forgatókönyvet a csodaszarvasról. Már akkor nekem az volt éppen a agyamban. Megírtam a forgatókönyvet, nem lett belőle semmi, és aztán amikor mondjuk úgy, hogy már kormányváltás volt 2000-ben, akkor benyújtottam. Így lett ez a csodaszarvas film. Nem vagyok 100%-osan megelégedve, de kétharmada szerintem rendben van. És a Orbán Viktorral egyetértek, meg kellett csinálni. Az, hogy 23 évig készülhet egy munka, az arról szól, hogy iszonyatos munkabírásod, türelmed, kitartás van benned. 23 évig készült az ember tragédiája. Inkább úgy mondanám, hogy ha amiben egyszer belefogok, azt végig akarom csinálni. Az ember tragédiája, ba beleharaptam, és benne volt, mert a 23 évben ugye benne van az, hogy 83-ban megírtam egy vastag irodalmi forgatókönyv volt, majdnem technikai, már készítettem látványterveket, és 89-ig nem történt semmi. És a közben viszont volt egy biblia sorozat terv, ami rettetes munkát öltünk bele, az is egy edzés volt ilyen szempontból, megvannak a 7 epizódnak a képes forgatókönyv, összes figuraterv megvan ahhoz, amit elkezdtem csinálni, és kilépett a producer, és ott hagyott engem kifizetetlenül, és elkészült egy epizód, de megcsinálhattam mondjuk könyvelakban ennek a történetét. És ez egy tanulság volt, hogy ha félbe hagysz valamit, a félbehagyott filmnél nincsen tragikusabb. Filmet be kell fejezni. Ez egy olyan parancs, akkor nem szabad elkezdeni, ha nem tudod befejezni. Befejezetlen a film gazdájánál tragikusabb figura nincs. Ezt belülről mondom, nagyon sok magyar fiatal filmes pusztult ebbe bele, vagy nem is olyan fiatal. Az ember tragédiájának van egy nagyon izgalmas koncepciója, hogy tudnélik mindegyik szín más technikával, más stílusban készül. Ez egyben egy ilyen kultúrtörténeti folyamat is. A tragédiában valóban ez volt, hogy mondták nekem hozzá nem értő kedves emberek, hogy csak az a baj ezzel a filmmel, hogy miért nem egyforma az elejétől végig. Hát mondom, belehaltál volna az unalomba. Azon kívül, ha görög világot, görög szemmel érdemes, vagy görögösen érdemes, onnan vegyük a szimbólumokat, abból merítsünk. Hát miért innen? Hát milyen alapon? A dologban én nem is ezt tartom a legfontosabbnak, de örülök, hogyha ez figyelmet kap, hanem annak a nehézsége, ami a londoni szín, ugye, hogy a londoni szín tulajdonképpen madács jelene, én meg akartam belőle csinálni a mi jelenünket. Hát ez nem ment egy az egyben, hanem úgy, hogy a történet folyamatosan, mármint ennek az epizódnak, a londoni színnek a cselekménye eljön a máig. Pontosabban eljön egy ilyen szimbolikus máig. Azt hiszem, hogy a jelent a legnehezebb megmutatni, hogy ez erre akartam kiukadni. És nekem a legnehezebb egyébként a paradicsomi szín volt, és azt a vége felé csináltam csak meg, mert az egy eszenciálisan más világ. Tehát a paradicsom nincs benne a történelemben. Egyébként a isteni világ sincsen benne, meg az utolsó szín sincsen benne. A történelem az egy pezsgés, az egy állati élmény volt azt csinálni. Tehát én tulajdonképpen nem vagyok eredeti. És ez azzal szoktam kivédeni, amikor látom a szemekben, hogy öreg, hát te nem vagy eredeti, akkor azt mondom, mert a stílus az nem a film esetében, nem a grafikai világában van,
hanem a gondolatvilág, a szellemiségében van, és abban viszont szerintem állatira eredeti vagyok. Mert senkinek nem jutna eszükbe, valamilyen furcsa módon nem jutnak eszükbe olyan alapvető ötletek, attól vannak mindig elragadtatva, hogy a rabszolgák téglává válnak a piramisban. Öreg, ez olyan kézenfekvő. Csak az embereknek nem így jár az agya, mert nem vizuálisak. Ezt akarom állandóan, erre akarom nevelni az embereket, hogy a vizualitással saját maguk válnak érdekessé, hogy úgy tudnak beszélni dolgokról, ahogy egy költő például. Többször érintettük a hagyománytiszteletet, te több mint 400 tévéműsort is csináltál. Igen, most is ugye a Magyar Szentek és Boldogok című sorozatban. Erre se tudok igazán magyarázatot mondani, talán ami példa a szépapám mentegombja, az egy jó példa erre, hogy a jövőt nem ismerjük. Én a science fiction ilyen 19-25 éves korom között izgatottan olvastam, megvan egy csomó sci-fi regényem, és akkor egyszer csak leesett, az te hülye vagy, Marcikám, hát a jövőt nem, az a jövő az majd jön. A múlt, ott a gyönyörű múlt, és semmit nem tudsz róla, a fene egyen meg. Hát, és akkor elindult egy ilyen vonal, ebbe persze belejátszott, hogy a jelenben nem jó lenni, azért akik hát végcsinálták a Rákos és a Kádár kort, azok tudják, hogy ez egy borzalmas világ volt, és abban csak azért volt jó lenni, mert fiatalok voltunk, semmi másért. A hagyomány egy jelentős százalékban illat, szag. Nem, valóban így van. Tehát én nekem így érzem a folyónak, pontosabban a holtágnak a pocsolya illatát, ami viszont rengeteg élet tartozik, és akkor rögtön megjelenek képek. Ez mind hagyomány, és ez azok az emberek is tartoznak, azzal a nyelvvel, azokkal a szokásokkal. Felnőtt fejjel tudtam meg például, hogy Öcsödnek milyen óriási múltja van, kőkori, neolitkori múltja, részkori múltja, bronzkori múltja. Ez a úgynevezett körösi kultúrának volt a egyik része, és ezek folyópartra telepedtek, tehát a körösparti falunak hatalmas múltja volt, és nincs messze Szarvas, ugye, ami szerintem ugye ez a csoda Szarvas címe benne van, volt Géza fejedelemnek a fővárosa, azért volt a neve Szarvas. És hogy azok a tótok, akik visszaadták ennek a településnek a régi magyar nevét, amikor oda települtek, Szarvas nevet, fölépítettek a Millennium alkalmából oda egy kis malmot, mert a világ közepe a Szarvasi Molnár köldökén van, amikor a szárazmalma közepén állt. Ez mind benne van. Tehát ezeket a dolgokat az ember tudott, és akkor bizseregni kezd. Én most bizseregek folyamatosan, mert olyan dolgokról beszélek, ami nekem borzasztóan fontos. Ez a hagyomány. Méri Gáborral dolgozol mostanában, fotós, és a felvidéki templomok oltárairól készítesz, és ez azt hiszem most fejeződik be éppen. Utolsó könyv, vagy utolsó előtti, abban a szempontból, hogy egy könyvet újra csinálunk. Ez az ő gondolata, ugye van egy közös érdeklődésünk, ő imádja, és én is természetesen nem magyar, hanem mondjuk úgy, hogy felső magyarországi gótikát. És elkezdtünk végigmenni. Először ő semmi más nem akar, csak a Lőcsei templomot. Én rádomáltam, hogy menjünk végig. Már a 12. kötetnél járunk, és ezzel már gondok vannak, már nincs annyi oltár. És Lőcsei azért megyünk vissza, mert 12 kötettel ezelőtt, 2005-ben az olyan ellenszenvvel viseltettek velünk szemben az ottani plébánián, hogy újra kell csinálni a könyvet, ma már egész más a világ, és ennek a sorozatnak köszönhetően, mert ugye ezek megjelentek közben szlovákul is, és amellett a szepességi püspökség bekérte a könyveket. Kiderült, hogy a Jankovics nem szidja a szlovákokat, hát szegény Tóth nagyanyám kedvére se szidnám. Hát ebből kifolyólag a dolog már idáig jutott, úgyhogy ez is egy élmény. A saját könyvek mellett másokét is illusztrálod. Az illusztrátornak mi a koncepciója? Milyen elképzelés? Hát ő soha nem azt rajzolni meg, ami le van írva, hanem hozzátenni valami olyasmit, ami az a más könyvnél érdekes persze, ami nincs benne, de mégis arról szól. Hogyha az ember saját könyvet illusztrál, a saját könyveim azok ismeretterjesztő könyvek voltak, ott, hogy ne kelljen annyit írni egy tárgyról, akkor nyilván lerajzolom azt a tárgyat. Minél tovább foglalkozik az ember egy tárgyal, annál több minden jut róla az eszébe. Tehát mondjuk az ilyen úgynevezett
ilyen típusú tudományos illusztrációnak is nagyon sok értelme van. Olyanokat lát meg az ember azon a tárgyon, amit ha csak nézi a fotót, nem jut eszébe. A rajzi világ az egy különleges dolog, tehát igazából véve az, amit itt a végére tartogatunk, az azért érdekes, mert itt az illusztráció tulajdonképpen főművé válik. Tehát a saját gondolatomat mondom el saját valamiről, ami viszont olyan formát kap, hogy megfelelő ingereket váltson ki a közönségből. Próbáljuk meg kiváltani ezeket a megfelelő ingereket. Trianonról van szó. Amiket látni fognak, ez Méri Gábor által készített amatőr másolatok, azokról a rajzokról, amit jövő december 1-én, tehát amikor a románok egyesültek velünk Erdéllyel, akkor fog megjelenni ez a könyv. Ez például a soproni szavazást ábrázolja, a soproni tűzoltó torony. Azt mondja az osztrák sasnak, hogy hesmadár. Ez amikor a szerbeknek felajánlják az angolok, és a franciák felajánlják a Bácskát, tehát a délvidéket, és akkor az olaszok még, aki a Ficsiszt mutatja a román királynak és királynénak, akik már ott várják azt, hogy ők is sorra kerülnek még. Azt mondja, elejtették ennek ez a címe. A magyar urak, itt az akkori vezetés szegény Tisza Istvánnak a lábára esett, ugye, mert ő az egyetlen egy, aki ebben súlyosan sérült, de József főhercegtől kezdve Aponyig, Vekerléig és a Burján az utolsó ilyen díszmagyaros figura. Két mackó, akik jönnek ki, a nagy mackó ugye az a szovjet kommunizmus, és a kis mackó az pedig ugye a tanácsköztársaság. Biliből jönnek ki, Marx, aki nyitotta ki a Bilit, és befogja az órát, mert ez büdösebb annál, mint amit ő gondolt. És a kicsik, akik ott menekülnek, azok a Wilsontól, azok a figurák, az Antant jelesebb figurái. Hát itt is a medvek pirosra lesz festve mind a kettő, persze. Új lepke. Ugye jön elő a most már boldoggá avatott, azért vannak sugarak a fejek körül, boldoggá avatott negyedik Károly jön elő a Ferenc Juska bábjából. Tehát a magyar palást adja, tehát én ezeket bírom, kitalálni egy ilyet, ez két éves munka volt, ezt a 300 rajzot megcsinálni. Na, amikor osztják föl ugye a nagyhatalmak a monarchiát, és a románok már eszik. Tehát a románok sokkal korábban kezdtek foglalkozni Erdély megszerzésével, mint hogy a többiek. Ez meg a 2001-es kocintás, amikor Megyesi kocintott Nastázéval a Kempinszkiben. Ez a 45 után a magyar majmok, ugye, hogy nem volt szabad Trianonról se beszélni, se hallgatni, se semmit. Ez Ceausescu a nagy forradalmár, itt a magyar templomokat tapossa, Schuster széken ülve, Dracula 1965, tehát azért van olyan szája, vérzik is. Ez pedig Benes, a Benes törvényekkel, akinek üti a fejét, az a német, ugye azt csinálták, hogy az általuk kiutasított németeknek a hátára, a ruhájukra fehér harokkeresztet festettek. És a magyaroknak a fejére meg téglaként érkeznek a benesi törvények, azok egy magyar parasztember, a hátán a zsákalót telepítik ki. Kipukkad a második kis gömböc, két kis gömböc van, Csehszlovákia és Jugoszlávia. Ez a Milosevic, amint éppen fölfújta volna még, de szétdurant neki. Ez a tanulnak a nácik meg a fasiszták Lenintől. Lenin ül az orosz katonán, Kautsky ül a német katonán, Kuhn Béla a magyar katonán, és a Hitler azt mondja, aha, ez nem rossz ötlet, és ezért meg szurkol nekik. Ugye Mussolini a szocialistaként kezdte. Dzerzsinszki súg Samuelinek a teendőkről, alul pedig a Lenin fiúk ilyen áldozatokkal, és ugye a piros sarlóval és kalapáccsal csinálják a kivégzést. Ez a tanácsköztársaság a begyenbe volt. Köszönjük szépen!